Rendben, még megküzdök a kezelőszervekkel, de előbb-utóbb eljutok oda is. Egy pillanat türelmet kérek. Bevallom őszintén, hogy a... Pont a Zoom-nak a megosztási... Mi jól látunk, látjuk, csak el kéne a javetítést indítani. Igen, először el kellett volna indítani. Jó, stop share. Megküzdünk vele. Jó. Jó. Győzelem. Rendben. Köszönöm szépen a türelmet. Sikeresen akkor meg tudom kezdeni az előadásomat. Ez az előadás alapvetően azt a célt szolgálja, hogy egy picit Nem látjuk a diát. Aha. Nem, pont nem látszik a dia. Nagyon jó. Stop share. Share screen. Most jó? Nem. És most? Nem változott semmi. Rendben. Elnézést a csúszásért, ez nekem még egy picit ebben a formában új. Na nézzük. És te próbáld meg úgy, hogy nem ablakot, hanem képernyőt osztasz meg, vagy fordítva, mert az segíthet még esetleg rajta. Hogy... Rendben, köszönöm szépen a segítséget. Hát ezt még csak ilyen tippnek, hogyha segít. Így működik? Nem. Akkor térjünk vissza az első megoldásra, amikor akkor látszott a dia. Így? Nem, mert még paused, resume share. Jó, akkor lehet, hogy szóban fogom mondani, hogy legalább majd akkor el fogom küldeni a diát élőben, vagy fájlban, és akkor meg fogjuk tudni, vagy meg fogjátok tudni nézni. Elnézést ezért a problémáért, abszolút nem volt ez tervezve. Nekem elvileg azt írja ki, hogy screen sharing, tehát ezért nem annyira értem, hogy... Itt meg az látszik, hogy megosztotta, de dupla klik, és akkor full screen mode lesz. Egy segítséget annyit, hogy a cert.hu oldalán már fönn vannak az előadások, tehát legalább mindenki maga követheti, hogyha belép a cert.hu-n, és ott kikeresi a Cloud Security-t. Nézzük is meg, hogy... A nemzeti segít... pont fönt nincs. A pont nincsen fönt, igen. Akkor, ha azt elküldenéd még a Pali címére, akkor fölrakja. Rendben, akkor tegyük ezt. Elnézést. Igen. Sőt, hogyha Palinak elküldi, akkor akár Pali meg is oszthatja, talán az a leggyorsabb most. Jó, rendben küldöm. Jó, tehát alapvetően ennek az előadásnak addig azért belekezdenék. Tehát az lenne a cél, hogy valamilyen szinten kontextusba tudjuk helyezni a 4/2019-es számú MNB ajánlást, és
Ez lesz itt a... Egy másodperc, és... Jó, meg megvárom, amíg a benti képem ezt elküldi. Tehát amit egyelőre látunk, az az általánosságban, hogy a felhőszolgáltatások azok a pénzügyi szektorban egyre inkább elterjednek. Vannak olyanok, olyan típusú intézmények, amelyek kevésbé vesznek még igénybe hasonló szolgáltatásokat, de így 2021-re a bejelentések alapján az látszik, hogy nem nagyon létezik olyan típusú intézmény, amely felhőszolgáltatót eddig ne vett volna igénybe. Ennek természetesen megvan a maga teljesen racionális oka. A felhőszolgáltatások skálázhatóak, a költségek azok a fogyasztással arányosak, ilyen módon a CAPEX-OPEX viszonyból adódóan kevesebb erőforrásba kerül a használatuk ellentétben az on-premise rendszerekkel, amelyeket akkor is ki kell fizetni, hogyha azokat nem alkalmazzuk. Katasztrófatűrés, ugye adatközponton belüli redundancia, illetve az egyéb megoldások. Némi túlzással korlátlan elérhetőség, tehát az, hogy amíg internet van, addig a szolgáltatás elérhető, hogy működik-e, az már nyilván rajtunk múlik. Az üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok egyrészt az átkerül a szolgáltatóhoz. Tehát ebből látszik, hogy ez az, amit el szokott hangzani, hogy ezért érdemes felhőszolgáltatót igénybe venni. A felhőnatív működési átállás, ez most ennek az előadásnak nem része, eredetileg sem volt része, pedig azért tele van izgalmas kihívásokkal. Ugye itt 5 olyan terület van, amivel az előadás maga foglalkozik, a kockázatelemzés, a szerződéskötés, a bizonyosságszerzés, az ellenőrzési jogok gyakorlása és az exit stratégia. Itt a kockázatelemzésnél mi tényleg azt javasoljuk, hogy a lehető legpesszimistább forgatókönyvből induljunk ki, tehát hogy tényleg komolyan tegyük fel magunknak azt a kérdést, hogy mégis mi a legrosszabb, ami történhet, bár lehetséges, hogy ezzel felébresztjük az irónia isteneit. Itt a, egyrészt a funkciók kritikussága érdekes, amit a felhőbe szeretnénk telepíteni, hiszen ezek lesznek azok, amelyeket mind elveszítünk, hogyha a felhőszolgáltatással vagy az azonhoz való eléréshez valami komolyabb kiesés történik. Ugye ez a klasszik bizalmasság, sértetlenség, rendelkezésre állás, triád. A másik két elem, a sértetlenség és a bizalmasság, az alapesetben érkezhet az adatosztályozásból, ezért érdemes naprakész és a valós elvárásainknak megfelelő adatosztályozással rendelkezni. Most erre olyan példát tudok mondani, hogy egy hazai intézmény már szenvedett el úgy adatvesztést, vagy feltételezte, hogy a szolgáltatója menti az adatokat, és hát nem egészen annyira, és nem egészen úgy mentette, mint ahogy azt az intézmény várta, így azért szenvedett el adatvesztést. Az olyan fajta nemzetközi példák, mint például ugye Kapitál van, vagy a nem annyira pénzügyi illetőségű NSO, amely elvesztette a hozzáférését az adataihoz, az alkalmas példaként. Mielőtt a kockázatelemzés során érdemes figyelembe venni azt, hogy milyen adat és mennyi időre megy a felhőbe, ez milyen osztályba tartozik, és ehhez mi milyen biztonsági igényt határoztunk meg.
itt a hazai és EU-s jogszabályi környezetet is figyelembe kell venni. Ez nagyon befolyásolhatja az igénybe vehető szolgáltatások, illetve a helyszínek lehetőségeit. A szolgáltató oldalról érdemes a szolgáltatót terhelő jogszabályi követelményeket is figyelembe venni. Ilyen például a híres Cloud Act, illetve a éppen a jogászi limbóban található Earn IT Act, szélsőséges esetben az embargók és a jogkövetkezményeik. Nagyon fontos, hogy a kockázatelemzést azt a mi saját kockázatelemzési módszertanunk fényében kell értékelni. Tehát a szolgáltatók bocsáthatnak ki olyan fajta addendumokat, vagy olyan, vagy adhatnak tájékoztatást arról, hogy milyen kontrollokat vállalnak ők, de ezeknek az értékelése az továbbra is nekünk, mint a szolgáltatást igénybe vevő, adott esetben felügyelt intézménynek a felelőssége. Ugye az egyes kontrollokból a szolgáltató többfélét is ajánlhat, ezeknek az árazása is eltérhet, emiatt mondhatjuk azt, hogy a felhőszolgáltatásnak az ár előnye az azért attól függ, vagy ennek a mértéke az attól függ. Fontos figyelembe venni, hogy vannak kontrollok, amelyekhez a szolgáltató csak eszközt fog nekünk biztosítani, és a tényleges használat az rajtunk múlik. Egyes szolgáltatók úgy fogalmazzák meg, hogy a security of the cloud versus security in the cloud, ezt össze kell kötni a saját kockázati térképünkkel. A felhőbe küldött adatok minőségétől és a saját igényeinktől függ, hogy az adott kontroll működéséről milyen szintű bizonyosságot akarunk szerezni. Valamint azt is meg kell nézni, amikor a szolgáltató által nyújtott kontrollokat értékeljük, hogy ez alapból jár a csomaggal, vagy külön meg kell rendelnünk, vagy akár saját külön folyamatot kell létrehoznunk arra, amit eddig nem rendelkeztünk. Itt a naplózást azt külön érdekes kérdésnek tekintjük, mert itt felmerül az, hogy milyen rálátásunk van arról, hogy a szolgáltató oldaláról ki milyen hozzáféréssel rendelkezik a mi szolgáltatásunkhoz, és azt mi hogyan tudjuk nyomon követni. Nem csupán biztonsági kérdés az, hogy az szolgáltatók az egyes ilyenfajta biztonság fenntartással szükséges szolgáltatásaikat házon belül akár többféle formában és eltérő számlázási elvek szerint nyújtja. Itt a lehetőség szerint még a szerződés kötés megelőzően indokolt rendelkeznünk egy tervvel, hogy nagyjából mennyi adatot, milyen időre, milyen feltételekkel, mekkora terhelés mellett kívánunk a felhőbe költöztetni. A szerződés kötés során a általunk felügyelt intézmények esetében vannak kötelező szerződéses elemek. Ezek jogszabályonként eltérnek. Ezeknek az alapvetése, hogy a felelősség az intézménynél marad, és az ellenőrzés, illetve a kilépés jogának a kikötése az, ami kikötésre kerül. Az európai szabályozó hatóságok rendben van. Előleg én pauzoltam sert. Lépjek be még egyszer? No. Jó. Oké, köszönöm szépen a tájékoztatást. Uh,
Akkor szeretnélek megkérni, hogy talán most próbáld meg a megosztást, nem tudom, hogy most működik-e, én a saját oldalamon leállítottam. Ó, nagyszerű. Jó, akkor szeretném akkor jelezni, hogy a 8-as számú diánál tartok amúgy. Köszönöm szépen. Jó. Egyes szolgáltatók az ajánlásoknak, illetve a jogszabályoknak való megfelelést azt szerződéses hivatkozásokon keresztül bemutatják. Leendő ügyfél oldalról viszont ezeket is indokolt áttekinteni, ha másért nem, akkor azért, hogy tisztában legyünk azzal, hogy nekünk milyen kötelezettségeink maradnak, illetve milyen feladataink maradnak a megfelelés biztosítása érdekében. Amit hivatkoztam, felhő ajánlás, ez a 4/2019-es, itt a 25. pontban gyűjtöttük mi össze azokat a szerződéses pontokat, amelyeket mi indokoltnak látunk, hogy egy felhőbe, költözés felhőben történő működést megelőzően a szerződésbe belevegyünk. Ez tartalmazza a hazai felügyeleti elvárásokat, még ugye a DORA, amely egy EU-s rendelet lesz majd, illetve az ennek a végrehajtási rendeletei fognak ebben változást hozni, de ez biztos, hogy nem idén lesz. Ez a kockázattal való arányosság, ez egy aktuális varázsszó, nagyjából mindenhol látjuk előkerülni. Ugye ő a proportionality. Ennek ellenére azért van mögötte ráció, mert hát a nem megfelelő tevékenység végzésből fakadó kockázatot azt elfogadható szintre kell csökkentenünk attól, hogy ezt kiszerveztük, vagy más szolgáltatónak a feladatául tettük. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy ami a kontrollokkal kapcsolatos, az legyen egy szerződéses követelmény, az egyértelműen levezethető legyen a szerződésből. Az SLA, OLA, Quality of Service feltételek azok szintén levezethetőek legyenek a szerződésből. Itt a szerződés biztosító mellékkötelezettségek kapcsán kötbér, az ami olyasmi, amit kiemelnénk, illetve nagyon fontos itt a definíciókat egyeztetni, tehát hogy mely esemény, mely százalék, az pontosan minek a százaléka ebben egybehangzó akaratnyilatkozatot kell tennünk, és nagyon fontos, hogy ezt pontosan ugyanúgy értsük, mint a szolgáltató. Ugye fontos az, hogy abban az esetben, hogyha kötelezettek vagyunk arra, hogy bizonyosságot szerezünk a szolgáltató működéséről, illetve a működés minőségéről, akkor az ehhez való feltételeknek a biztosítását szintén a szerződésben kell rendezni. Ugyanígy az ellenőrzés pénzügyi feltételeit, mert ilyen lehet, valamint a kilépésnek a feltételeit, itt tudnunk kell, hogy kinek a jelzésére, milyen határidővel, milyen idővel, mit kapunk, milyen segítséget kapunk a szolgáltatótól ahhoz, hogy ezt más környezetben tudjuk folytatni a kiszervezett tevékenységünket. Ennek folyamán elengedhetetlen az együttműködés a jogi és pénzügyi szakterületekkel, mert bár a szakmai területet mi
Jó, és ilyen nagyszerűen átlátjuk. Itt fontos az, hogy a kiszervező vállalkozás vagy intézmény egy hullámhosszon legyen. Kérném szépen a következő diát. Ja. Itt a 4/2019-es ajánlásban megfogalmazott bizonyosság szerzési módokat mutatjuk be. Ez még a jövőben egyébként majd változhat, mert van egy ígéretes tanúsítási keretrendszer, amin az ENISA dolgozik, ez a Cyber Security Certification Scheme on Cloud Services, vagy EUCS, amely új és részletesebb bizonyosságszerzési formákat fog tartalmazni, de egyelőre még ez van, ezért most ezt mutatom be. Ugye egy baloldalt látható, hogy nagyjából mik azok a kérdések, amelyekkel kapcsolatban bizonyosságot akarhatunk szerezni a szolgáltatótól. Itt ugye a szerződéses feltétel az azért jelent valami fajta bizonyosságot, mert hogyha jogszabályt, vagy, tehát hogyha a szerződést sértjük, akkor azzal kapcsolatban jogkövetkezményt lehet érvényesíteni. A szolgáltatói nyilatkozat az jellemzően inkább az értelmezés segíti, a felelősségbiztosítás pedig nekünk lehet jó, mint ügyfélnek abban az esetben, hogyha valamilyen oknál fogva a szolgáltató tevékenység számunkra anyagi kárt okozna. Ami magas szintű bizonyosságot adhat, de nem ad, ebből a szempontból picit talán pontatlan a dia, nem feltétlenül ad. A tanúsítványok abban az esetben, hogyha tudjuk, hogy kibocsátotta ki, ezek úgymond megbízható, tanúsító szervezetek, illetve lehetőség szerint próbáljuk megkerülni a CERT shoppingot, és majd vizsgálni kell azt, hogy mit igazol. A szolgáltató független vizsgálati jelentésénél, mint az látható, hogy ne csak a kontrollok meglétét, hanem a működését is indokolt lehet, hogy igazolja. Illetve a saját ellenőrzés az, ami a legmagasabb szintű bizonyosságot adja, a saját kezdeményezésű bizonyosságszerzési formák között, de nem mindenkinek érdemes ezt ilyen formában igénybe venni. Léphetünk a következő diára. Köszönöm. Igen, itt a, tehát ezek azok, amelyekkel találkoztunk, mint a bizonyosságszerződés, illetve az ellenőrzési jogok gyakorlásának a módjai. Van az online portál, ahol jelentéseket, illetve dashboard felületen tájékozódhatunk a szolgáltatás minőségéről. Akkor voltak kezdeményezések közös auditokra, ilyen úgynevezett pooled auditokra, amelyben a több ügyfél közösen végzett audit mission-t, akkor harmadik felek ellenőrzési jelentései és tanúsítási jelentései. Ez egy olyan nehézség, hogy itt nem is biztos, hogy a szolgáltató szívesen adja ki, illetve a szerződéskötést megelőzően nehéz hozzáférni. Tehát ezeknek a tartalmát azért nehéz figyelembe venni a szerződéskötés előtt. A saját ellenőrzésnek lehet saját vagy díja, ez a felügyeleti intézmények számára könnyebben elérhető, illetve a felügyeleti ellenőrzés, amely felügyelet esetében kötelező szerződéses elem, és ezt azért ingyen szokták biztosítani. Cserébe a felügyeletek azért nem ellenőriznek nyakra főre intézményeket. Kérném, hogy lépjünk tovább a következő diára. Köszönöm szépen. Hát itt az Excel stratégia. Ez egy olyan terület, amit mi eléggé számon szoktuk kérni. Itt az az elvárás a részünkről, hogy az üzleti folyamatok azok a kilépés alatt és után is zavartalanul tudjanak működni, és itt egy pessimista forgatókönyv szerint
kérjük azt, hogy gondolja végig az intézmény, hogy hogyan fogja tudni az adatait kihozni a felhőből, hogyan tudja azt beépíteni egy más, akár on-premise szolgáltatáson, illetve hogy az ezt követő adattörlésről milyen bizonyosságot tud szerezni. Ezzel azért mi is tisztában vagyunk, hogy egy különösen egy felhő natív kialakítás esetén, de még akár egy IAS kialakítás esetén sem annyira triviális egy másik felhő szolgáltatásba való áttelepülés. Ettől függetlenül mi úgy gondoljuk, hogy egy felügyelet intézménynek az ügyfeleit majd még kevéssé nyugtatja meg az, hogy a szolgáltatást azért nem éri el, mert általa igénybe vett intézmény szolgáltatója nem adja oda az adatot, vagy nem úgy adja oda az adatot, ezért erre felkészültnek kell lenni. Hát ahogy szeretném itt ezt hangsúlyozni, hogy ez elsősorban nem a DR képességet célozza, hanem a migráció lehetőségéhez szükséges, és mintegy mellékesen azért a vendor lock-innek az előfordulási valószínűségét is csökkenti. Itt nagyon fontos továbbá az, hogy számoljunk ennek a tartalékolásnak a költségvonzatával, tehát ne gondoljuk azt, hogy ez valaki úgymond másnak a dolga, ez ugyanúgy része ennek a működtetési formának, mint ahogy a on-premise esetén is erre figyelnünk kell. Kérném szépen a következő diát. Igen, ez a klasszikus, hogy hát nincsen felhő, csak más valaki számítógépe van, és akkor a záró diám pedig látható lesz az én elérhetőségem, ahol lehet részemnek kérdéseket majd föltenni, de hogyha itt van kérdés esetleg, akkor arra is szívesen válaszolok. És köszönöm szépen a segítséget, hát erre